Istenben, az Atya Isten szeretete és a Szentlélek egyesítő ereje legyen mindnyájatokkal. És a te lelkeddel. Szeretett testvéreim, miután végig ünnepeltük a Szent Három Nap eseményeit, ma, Húsvét vasárnapján nagy szeretettel köszöntök mindenkit, így a interneten, médián keresztül Húsvét áldott szent ünnepén. A Húsvét üzenete, hogy Jézus él. Ez az az üzenet, amely 2000 év óta bennünket is éltet, és adja meg hitünknek alapját. Szent Pál apostol írja, ha Jézus Krisztus nem támadt volna föl, hiába való a mi hitünk. Ezzel a hittel, ezzel a húsvéti üzenettel köszöntöm a szentmise kezdetét, kedves testvéreimet, és kívánom, hogy ez az üzenet legyen minden napjainkban értető előforrás. Ünnepi lélekkel kezdjük el most szentmisénket, amelyet a hívekért ajánlok most föl. Szentmisén kezdetén vizsgáljuk meg lelkiismeretünket és bánjuk meg bűneinket, hogy méltóképpen ünnepelhessük az Úr szent titkait. Gyónom a mindenható Istennek és nektek testvéreim, hogy sokszor és sokat vétkeztem, gondolattal, szóval, cselekedettel és mulasztással. Én vétkem, igen nagy vétkem. Kérem ezért a boldogságos, mindenkor szeplőtelen Szűz Máriát, az összes angyalokat és szenteket, és titeket testvéreim, hogy imádkozzatok érettem, Urunkhoz, Istenünkhöz. Irgalmazzon nekünk a mindenható Isten, bocsássa meg bűneinket, és vezessen el az örök életre. Amen.
Krisztus Urunk föltámadását ünnepelve kérünk, teremts újjá minket szent lelked erejével, hogy új életre támadjunk. Ami Urunk Jézus Krisztus a te fiad által, aki veled él és uralkodik a szent lélekkel egységben, Isten mindörökkön örökké. Amen. Olvasd már az apostolok cselekedeteiből. Abban az időben Péter szólásra nyitotta ajkát, és ezeket mondta. Ti tudjátok, hogy mi minden történt Galileától egészen Júdeáig, attól kezdve, hogy János hirdette a keresztséget. Hogyan kente föl az Isten a názáreti Jézus szent lélekkel és hatalommal. Ő pedig, ahol csak járt, jó tetteket vitt végbe, és meggyógyított, minden ördögtől megszállotta, mert vele volt az Isten. Mi tanulj vagyunk mindannak, amit Júdea egész területén és Jeruzsálemben tett. Keresztre feszítették, de harmadnap föltámasztotta Isten, és látható alakban megmutatta őt, ha nem is az egész népnek, de az Isten által előre kijelölt tanúknak, vagyis nekünk. Mi ettünk és ittunk vele, miután feltámadt a halálból, és ő megparancsolta nekünk, hogy hirdessük a népnek, és tanúsítsuk, hogy ő az, akit Isten az élők és holtak bírájáról rendelt. Minden proféta tanúságot tesz arról, hogy aki hisz benne, elnyeri bűnei bocsánatát. Ez az Isten igéje. Istennek legyen hála. Halleluja. Keressétek tehát azt,
ami odafönt van, ahol Krisztus ül az Isten jobbjában. Az égiekre irányuljon figyelmetek, ne a földiekre, hiszen meghaltatok és életetek Krisztussal az Istenben van elrejtve. Amikor azonban Krisztus, a mi életünk újra megjelenik, vele együtt ti is megjelentek a dicsőségben. Ez az Isten igéje. Istennek legyen hála. Alleluja, alleluja. Alleluja, alleluja. Krisztus, a mi húsvéti bárány, már feláldozta magát. Üljék meg tehát az Urral a húsvéti lap. Alleluja, alleluja. Az Úr legyen veletek, és a te lelkeddel. Evangélium Szent János könyvéről. Dicsőség neked, Istenünk! A hét első napján, kora reggel, amikor még sötét volt, Mária Magdolna kiment a sírhoz. Odaérve látta, hogy a követ elmozdították a sírtól. Erre elfutott Simon Péterhez, s a másik tanítványhoz, aki Jézus szeretett, és hírül adta nekik. Elvitték az Urat a sírból, és nem tudom, hová tették. Péter és a másik tanítvány elindult, és a sírhoz siettek. Futottak mind a ketten, de a másik tanítvány gyorsabban futott, mint Péter, és hamarabb ért a sírhoz. Benézett, és látta az ott hagyott gyors leplet, de nem ment be. Közben odaért Simon Péter is. Ő is látta az ott hagyott lepleget és a kendő, amely Jézus fejét takarta. Ez nem volt együtt a leplekkel, hanem külön feküdt, összehajtva egy helyen. Akkor bement a másik tanítvány is, aki először ért a sírhoz, látta mindezt, és hitt. Addig ugyanis még nem értették meg, hogy Jézusnak föl kellett támadnia a halálból. Ezek az evangélium igény. Áldunk téged, Krisztus! Az evangélium tanítása legyen. Kedves ünneplő testvérek, Krisztusban kedves jó hívek! Valljuk meg őszintén, hogy a mi életünkben is maga az a szó, hogy feltámadás, olyan helyet foglal el, amivel nem igazán tudunk mit kezdeni. Olyan helyet foglal el a gondolatunkban, amiről valami képünk ugyan van, de hogy mi is ez valójában? Mi is az egésznek a lényege? Igazán semmit sem tudunk róla. Aquinói Szent Tamás, miután híres művét, a Summa Theologicát, az Istenről szóló tudománynak a summáját összegzését, 18 nagykötetes műben elkészítette, a hagyomány szerint letette a tollat és azt mondta, semmit nem írtam az Istenről. A föltámadás tényével valahogy mi magunk is így vagyunk. Tanulunk róla hittanórákon,
húsvét ünnep körében sokszor hallunk róla, de nem tudunk vele mit kezdeni. Miért? Azért, mert még nem volt részünk benne. Megismerni dolgokat csak azután tudunk, miután valamilyen módon részünk volt benne. A kisiskolában is a diák az írást és az olvasást csak azután tudja megtanulni, miután begyakorolta, és élménye volt, hogy a betű sorozatát összeolvasva értelmes szavak, értelmes mondatok tudnak keletkezni. Amikor pedig az összeadás, kivonás műveleteit végzi el, örömmel tudja megélni, hogy az eredmények helyesek. A mi életünkben is sok mindenről hallottunk, tapasztaltunk a föltámadás tényét illetően, de a saját életünkben nem igazán tapasztaltunk még meg belőle dolgokat. Amikor Mária Magdolna meglátja az üres sírt, még a gondolattal ő sem tud mit kezdeni. Pedig Jézus, mielőtt halálra adta volna önmagát, több alkalommal is beszélt arról, hogy hamarosan gonoszok kezére kerül, hamarosan megölik, de harmadnapra feltámadok. A tanítványok sem tudtak mit kezdeni ezzel a gondolattal. Ők is bezárkózva az események után, nagypéntek után, nem tudtak mit kezdjenek magukkal, ők is féltek, hogy majd az ő életük sorsa is Jézushoz fog hasonlítani. De amikor megérkezik Mária Magdolna húsvét, kora reggelén, Péter és János, a két legfontosabb tanítvány, hogy bizonyosságot nyerjenek, hogy kézzelfoghatóvá váljon számukra Jézus föltámadása, kimennek a sírhoz. Péter apostol mindig is ilyen tetrekész. Emlékszünk, ott az utolsó vacsorán, ő erősködik, hogy az ő lábát ne mossák meg. Erősködik, hogy a hite a legszilárdabb, és bizony azon az éjjel háromszor tagadja meg Jézust. Szent János apostol pedig a szeretett tanítvány, aki a legközelebb állt lélekben Jézushoz. Bizonyságot akartak nyerni, és ezért indulnak el a sírhoz, és megtapasztalják az üres sír kegyelmét. Kedves jó testvérek, sok mindent beszélhetünk a feltámadásról, a Krisztus eseményről. Hitetlen embereknek még többet. Lehet, hogy már azt mondják, jaj, nekem már a könyökömön jön ki. Egyetlen egy dolog fontos. Ha saját magam nem nyitom meg az életemet az Isten számára, akkor a feltámadás ténye is egy egyszerű újsághír lesz, amin tovább lapozunk, és semmi nem lesz az életünkben, ami megérintene bennünket. Az Isten tőlünk emberektől a lépés előtt kéri, a cselekvést kéri. Merjük megnyitni az életünket az Isten számára,
kegyelme, majd megnyitja az értelmünket, a gondolatunkat, a tudásunkat és az ismeretünket. A feltámadás után Mária Magdolna megnyitotta a szívét, és ezért, amikor Jézussal találkozott, fölismerte őt ott a kertben. Az Emmauszi tanítványok, amikor a kenyértörésben felismerik Jézust, megnyitották az életüket, és hittek. Péter és János apostol, amikor ott vannak a sírnál, látják az üres sírt, az ott hagyott lepleket, megérintik, és ez az érintés megérinti az ő lelküket is. És ezek a tények a hit valóságát adják meg számukra. A lepel ma is itt van közöttünk. Torinóban őrzik, a hagyomány szerint hosszú utat megjárva érkezett el, hogy ott és az oda zarándokló embereknek a feltámadás üzenetét kézzelfoghatóvá tegyen. 2010-ben nekem is alkalmam volt e leplet személyesen is látni Torinóban, amikor sok-sok zarándokkal együtt besorakozhattam abba a sorba, amely bevezetett Savoyai királyi család templomába, és ott egy pár percet én is eltölthettem e lepel előtt. És mondhatom, láttam és hiszek. Láttam a leplen a szenvedő Jézusnak ott maradt lenyomatát, és láttam a sok-sok százezer embernek a hitét, akik hittel térdepeltek oda, és tapasztalhatták meg e lepelnek titkát, amely nem csak egy darab gyolcs, ebből az isteni kegyelem sugárzik. De megadta a Jóisten azt a lehetőséget is, hogy kétszer eljusson a Szentföldre, és ha hosszú időt nem is, de pár percet eltölthettem én is abban az üres sírban, ahová egykor Jézust eltemették nagy pénteken, és ahonnan dicsőségesen feltámadt. És ismerős az evangélium története, amikor azok a római katonák, akik őrizték a sírt, harcedzett emberek, mégis a félelem fogta el őket, és futva menekültek, amikor Isten dicsősége megjelent Jézus sírjánál húsvét reggelén, és beragyogta a világot a feltámadott Krisztus dicsősége. Kedves jó hívek! Sok olyan jel van ma a világban, amit hittel elfogadva életté tudunk váltani. Keresztény hitünk is ezek közé tartozik, és a föltámadt Krisztusnak az öröm üzenete, hogy ő él, ugyanennek a gondolatát hordozza. Jézus ma újra itt van közöttünk. Újra itt él bennünk. Újra itt van az egyház közösségében,
az eukarisztia közösségébe, és formálni akarja ma, 2000 évvel később élő, de a Krisztus hitet valló, ma élő hívő emberek életét is. Ma is vannak jelek, csodák, amelyek fölhívják a figyelmünket, hogy Jézus él. Most már csak ránk van szükség, hogy bizalommal nyissuk meg szívünket, életünket a hit kegyelmére, és akkor a Jóisten meg fogja mutatni nekünk a föltámadott Krisztus dicsőségét. 30 éve, hogy húsvét ünnepét, mint pap, újra és újra átélhetem. Csodálatos élmény a hívek közösségével együtt imádkozni, és a hit örömét megtalálni. Ez az év valami egészen más, valami különleges, de mégis érzem és tudom, hogy a Jóisten itt van velünk, ma is valamilyen dolgot, utat akar megmutatni nekünk, ma is föl akarja hívni a figyelmünket, hogy a hit nem feltétlenül a közvetlen, fizikai, kézzelvaló megtapasztaláson múlik, hanem azon, hogy a lelkemet, a hitemet, az életemet oda tudom-e tenni az elé, az Isten elé, akit sokszor megtapasztalhatunk, de fizikailag nem láthatjuk. És most gondoljunk csak arra a picinke kis vírusra, amitől ma az egész világ karanténban van. Csak mikroszkóppal lehet felfedezni. Hiába nézzük a világban, itt vagy ott vagy ahott, látni nem látni. De vannak eszközök, amik láthatóvá teszik, és tudomást szerzünk róla. Jézus Krisztus is egykor itt élt, látható volt, emberként velünk élt. Ma is itt van, és vannak lehetőségek, alkalmak, események, amelyek újra megmutatják, hogy Jézus él. Isten csodái ma is itt vannak közöttünk. A megtérő emberek csodái ma is itt vannak közöttünk. A feltámadt Krisztus tehát ma is itt van. De rajtunk múlik, hogy elfogadjuk-e, szívünkbe zárjuk-e, életté váltjuk-e, hogy hiszek-e abban, hogy Jézus él. Mária Magdolna megtapasztalta, az apostolok megtapasztalták, az Emmauszi tanítványok megtapasztalták. Sokan 40 napon át, amikor Jézus megjelent, több száz ember is megtapasztalta, és ezek az emberek ma is tanúságot tesznek, mert leírták az ő tanúságtételüket az evangéliumokban. És amikor olvassuk, amikor emlékezünk, amikor felidézzük ezeket a történeteket, Jézus ma is itt, elemen módon valósul meg számunkra. És amikor a saját életünk hitében megtapasztaljuk Isten csodálatos titkait, amikor a lépés előtt megadjuk a jó Istennek, és ő válaszol a mi bizalmas
megtett lépésünkre, akkor megéljük ennek a titkát. Akkor mi is olyan emberekké tudunk válni, mint Péter és János apostol, akik beléptek a sírba, látták az ott hagyott lepleket, és hittek. Hitték, hogy Jézus él, hogy Jézus feltámadt. Adja meg a Jóisten ebben az esztendőben nekünk is, ezen a húsvéton ennek a hitnek az ajándékát. És ha mi is megtapasztaljuk élő hittel, hogy Krisztus él, akkor a mi feltámadásunk a krisztusi feltámadással együtt egykor majd valóra fog válni. És akkor mi is, ha ugyan e földi világból el is távozunk, de vele együtt élni fogunk. Ez a 2000 éves hit erősítette meg a vértanúkat, a kezdeti egyház első szentjeit, adta meg 2000 év óta a hitét élő embereknek az újrakezdést, a feltámadottban vetett örök életnek a hitét. És adja meg nekünk is, kívánom, hogy a feltámadt Krisztus kegyelme bennünk is életté váljon, és életet ajándékozzon. Amen. Szeretett testvéreim, valljuk most meg közösen a hitünket. Hiszek az egy Istenben, mindenható Atyában, mennek és földnek, minden láthatónak és láthatatlannak teremtőjében. Hiszek az egy Úrban, Jézus Krisztusban, Isten egyszülött fiában, aki az Atyától született, az idő kezdete előtt, Isten az Istentől, világosság világosságtól, valóságos Isten a valóságos Isten előtt, születetlen teremtmény, az Atyával egy lényegű és minden által lett. Értünk emberekért, annami üdvösségünkért, leszállott a mennyből, megtestesült a Szentlélek erejéből, Szűz Máriától és emberé lett. Pontius Pilátus alatt értünk keresztre feszítették, kín halált szenvedett és eltemették. Harmadnapra föltámadott az írás szerint, fölment a mennyre, hogy ott ül az Atyának jobbján, de újra eljön dicsőségbe, ítélni élőket és holtakat, és országának nem lesz vége. Hiszek a Szentlélekbe, Urunkban és életetünkben, aki az Atyától és a Fiútól származik, akit úgy imádunk és dicsőítünk, mint az Atyát és a Fiút. Ő szólt a proféták szavával, hiszek az egy szent, katolikus és apostolok a Szent Egyházban, vallom az egy keresztséget a bűnök bocsánatára, vállom a holtak föltámadását és az eljövendő örök életet. Amen. Testvéreink, Krisztus föltámadott, ő a kezdet és a vég, a szent, erős és halhatatlan Isten, által a tervezzük kéréseinket, mennyei Atyánk elé. Tartsd meg húsvéti szent örömmel szent atyákat, lelkipásztorainkat és hívő népedet, hallgass meg, Úrunk! Kérünk téged, hallgass meg minket! Legyen velünk édes hazánkkal, s az egész világban a te békéd, hallgass meg, Úrunk! Kérünk téged, hallgass meg minket! Szítsd fel a keresztség kegyelmét mindnyájunkban, akik a kereszt vízben
miközben meghaltunk a bűnnek, s föltámadtunk az új életre. Hallgass meg, Úrunk! Kérünk téged, hallgass meg minket! Feltámadásod győzelme bátorítsa a betegeket, az öregeket és a szenvedőket. Hallgass meg, Úrunk! Kérünk téged, hallgass meg minket! A halálon aradó diadalod juttassa el megholt testvéreinket a föltámadás dicsőségére. Hallgass meg! Kérünk téged, hallgass meg minket! Áld meg Istenünk egyház községünk minden tagját, hogy megtapasztalhassuk húsvét örömét, és mi is megérezhessük a beléd vetett hit ajándékát. Hallgass meg, Úrunk! Kérünk téged, hallgass meg minket! Fogadd el Istenünk szentmise áldozatunkat, amelyet egyház községünk híveiért most felajánlunk, hogy a húsvéti öröm e nehéz helyzetben is járjon át az életüket és szívüket, s adja meg a föltámadásba vetett örömét. Hallgass meg, Úrunk! Kérünk téged, hallgass meg minket! Mindenható örök Isten, újjászülettünk egyszülött fiat halálában és föltámadásával. Tekints ránk egyelmesen és engedd, hogy második eljövetelének dicsőségében is részesülhessünk. Krisztus a mi úrunk által. Amen. Mert fiat halála óta, ami
hogy halálat sem reménytelen elmondás, és föltámadása által mindnyájan új életre támadunk. A húsvéti övezér kiáll az egész földre, a nagy világ örvendezve újjunk, a mennyei erők és a hatalmas angyalok, a te dicsőséget himnuszát zengi, és vég nélkül énekli. Ad, hogy mi, akik az úgy
testét és vérét magunkhoz vesszük. Szent lelkével által be egy test, s egy lélek legyünk Krisztusban. Ő tegyen minket neked szentek örök áldozattá, hogy elnyerhessük az örökséget választottaiddal, elsősorban Isten anyjával, a boldogságos Szűz Máriával, Szent Józseffel az ő jegyesével, Szent apostolaiddal, a dicsőséges vértanúkkal, a magyar szentekkel és boldogokkal, és minden szenttel együtt. Az ő közbenjárásokban bízva reméljük, hogy mindenkor megsegítesz minket. Kérünk Istenünk, hogy engesztelő áldozatunk hozzon az egész világnak békét és üdvösséget. Erősítsd meg hitben és szeretetben földi zarándok útját járó egyházadat, szolgálat, Ferenc pápákat és Csaba érsekünket, a püspökök testületét, a papságot és egész megváltó népedet. Teljes és kedvesen házad népe kéréseim, hiszen te akartad, hogy színed elé álljunk. Jóságos atyám, vonalathoz irgalmasanak már a szép szólódott valamennyi gyermekedet. Elhogy testvéreinket pedig is mindazokat, akik a te kegyelmedben költöztek el ebből a világból, fogad be jóságosan országodba, ahol reményünk szerint dicsőségedben velük együtt és örökre gazdagon részesülünk, Krisztus Urunk által, mert általa választod el minden jó valaminálat. Ő általa, ő vele és ő benne, a tiéd mindenható Atya Isten, a Szentlélekkel egységben, minden tisztelet és dicsőség, mind örökkön örökké. Amen. Üdvözítőnk parancsára és isteni tanítása szerint, így imádkozunk. Mi Atyánk, aki a mennyekben van, szenteltessék meg, aki élsz és túlalkodó, mind
Olyan jó volt megtapasztalnom az
elmúlt időszakban, amikor a hírekben olyan sokszor hallottam, hogy emberek megmozdultak, igyekeztek jót tenni, javára lenni a közösségnek, segíteni azoknak, akik rászorulnak. Emberek indultak el, hogy időseken, öregeken segítsenek, hogy betegeken, rászorulókon segítsenek. Közösségek, gyárak, üzemek különböző adományaikkal segítették azoknak a munkáját, akik most hatalmas erővel küzdenek a koronavírus ellen. Legyen a mi közös imádságunk is így, és ez a, így is mondhatnám, fura módon megélt húsvéti ünnep, a mi felajánlásunk is, hogy mielőbb véget érjen mindez, és az életünk újra visszatérhessen a megszokott kerékvágásba, hogy a betegek meggyógyuljanak, hogy az orvosoknak is legyen, ápolóknak is legyen egy kis szusszanásnyi idejük megpihenni, vagy jobban odafigyelni családjaikra, szeretteikre. Mi pedig kiléphessünk a karanténból, és elindulhassunk talán még szeretőbb lélekkel, még szeretőbb szívvel, családtagjaink, szeretteink, barátaink, embertársaink felé. Hát ezekben is legyen egy kicsit több ez a mostani húsvét, és gondolkoztasson el bennünket az élet igazi értékeiről. Ezekkel a gondolatokkal is szeretnék még egyszer áldott békés szent húsvét ünnepet kívánni. Ünnepi szertartásunk végén imádkozzunk most papi és szertetesi hivatásokért. Jézusunk, lelkek örök pásztora, tekints irgalmas szemmel szeretett nyájadra, Urunk, áramányos jövünk előtted, kérünk téged, a boldogságos szűzanya, a magyar nagyasszonya közben járásán. Adj nekünk, papi, szívős szerzetesi hivatásokat. Jézusunk, adj nekünk, a te szíved szerinti, papi és szerzetesi hivatásokat. Amen. Az Úr legyen veletek, és a te lelkeddel. Isten, aki egyszülött fiam, föltámadása által megadta nektek a megváltás és az Isten gyermekség kegyelmét, örvendeztessen meg titeket áldásával. Amen. Aki a megváltás kegyelme által mindörökké szabaddá tett titeket, adja meg nektek mennyei országának örökségét. Amen. Miután pedig a hitártal új életre támadtok, fiával együtt a keresztségben, éljetek példája szerint itt a földön, hogy méltók legyetek eljutni hozzá mennyei hazába. Amen. És áldjon meg benneteket a mindenható Isten, az Atya, a Fiú és a Szentlélek. Amen. A Szent Mise véget ér, menjetek békében. Alleluja, alleluja. Istennek ne